hogyan is kerültél ebbe a cserediák programba, tehát hogyan lettél ösztöndíjas? Future Leaders Exchange, ez egy ösztöndíj program. Ez mit is jelent tulajdonképpen? Tehát ez azt jelenti, hogy hát, hogyha teljesen lefordítanánk, akkor jövőt vezető cserediákok. Tehát alapjáraton az a lényege is az egésznek, hogy a jövőben változásokat hozzunk, természetesen pozitívakat, itthon is és Amerikában is. Hogy hogyan jutottam, mint és hogyan lettem döntős vagy finalista, ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. Tehát, hogy ez tavaly októberben indult, tehát több mint egy fél éves folyamat ez az egész, és különböző fordulókból áll. Tehát én úgy ismerkedtem meg vele, hogy körülbelül 2 éve, amikor eszembe jutott, hogy kellene választani, hogy melyik iskolába menjek tovább, akkor ugye jött az ötlet, hogy a gimnázium. És amikor megláttam az információkat az iskoláról, akkor megláttam ezt a lehetőséget is, és amikor bejutottam, akkor ez volt az első cél, amit kitűztem magam el, és mondtam, hogy ezt meg kell csinálni. És tehát, hogy nagyon-nagyon hosszú folyamat, rengeteg papírológiával jár, de szerintem megéri, úgyhogy buzdítok mindenkit rá, és különböző esszéket kell írni, különböző feladatokat, teszteket kell csinálni, és ez ugye mind angolul megy az egész, de amit nagyon ki szeretnék emelni, hogy nem azon van a hangsúly, hogy hogyan tudunk angolul, mert pontosan az a lényege az egész programnak, hogy megtanuljunk angolul, és megismerjük az amerikai világot, és megismertessük ott is a hazánkat. Épp ezért nem az angol tudás a legfontosabb, hanem leginkább, hogy mi milyenek vagyunk és a rátermettségünk. Az előbb megemlítetted, hogy különböző teszteket és feladatokat kellett elvégeznetek. Mit tartalmaztak ezek? Tehát mire voltak kíváncsiak? Tehát, hogy említettem is, nagyon fontos a személyiségünk. Tehát erre a legkíváncsiabbak, hogy hogyan tudnánk magunkat feltalálni különböző helyzetekben, főleg egy teljesen másik kontinensen, az óceán túl. Erre úgy világítanak rá, hogy különböző kéréseket tesznek fel, hogy mit tennél abban a helyzetben, ha mit tennél ebben a helyzetben, például, hogyha tehát én a családnál laknék, és hogy abban a helyzetben ott hogyan találnám fel magam. Ha esetleg az étel nem tetszik, amit adnak, vagy valami problémám van, akkor kihez fogok fordulni, és ezt kell megmutatni, hogy hogyan tudnám feltalálni magam. Gondoltad volna, hogy eljutsz az Amerikai Egyesült Államokba? Legelőször nem. Az biztos, hogy eddig nem gondoltam rá, de az utóbbi időben úgy gondolom, hogy minden elérhető. És ez most tudatosult bennem leginkább, tehát hogyha nagyon szeretnénk valamit is dolgozunk érte, akkor igenis meg lehet csinálni. Azt azért el kell mondanunk a hallgatóknak, tehát hogy a Flex program az amerikai kormány által biztosított teljes körű ösztöndíj, melyel a diákok egy középiskolai tanévet tölthetnek, ugye ahogy már említettük, az Amerikai Egyesült Államokban. Sokan jelentkeztetek? Hát rengetegen jelentkeznek, tehát nem csak Európából, hanem Ázsiából és különböző helyekről is lehet jelentkezni, tehát világszerte. Én úgy tudom, hogy vannak még diákok Vajdaságból is, de lesz júliusban egy találkozó, ahol majd jobban meg tudjuk egymást is. Tehát nem egyedül mész akkor tulajdonképpen innen. Mit fogsz csinálni Amerikában? Tehát azért egy iskolai év, az, hát akárhogy nézzük, hát 10 hónapról beszélünk. Igen, rengeteg idő, de szerintem lehet, hogy kevés idő is arra, hogy igazán megismerjünk egy teljesen másik kontinenst. Tehát valamilyen szinten sok is, és valamilyen szinten kevés is. Tehát úgy gondolom, hogy egy jó idő arra, hogy ne csak iskolába járjak, mert az egésznek ugye az a lényege, hogy a világot meglásd, de természetesen iskolába is járni fogok, és ez mellett különböző önkéntes programokon vehetünk részt, tehát lehetőségen nyílik az ottani aktivitásokat is kipróbálni, tehát alapjáraton iskolába fogok járni ugyanúgy, tehát tanulni fogok, de ott fogom élni az életemet ugyanúgy, mint itt. Készülsz már tehát, hogy készülsz például arra, hogy akkor mi fog veled történni Amerikában? Készülsz az amerikai kultúrából, vagy esetleg, hogy élnek ott az emberek? Igen, most jelenleg, tehát hogy mondtam, hogy júliusban lesz egy személyes találkozó is, azelőtt most online tanulások vannak, tehát küldenek nekünk különböző oktató videókat, tehát a program teljes mértékben fel van készülve, és minket is felkészítenek tökéletesen, tehát különböző információkat kapunk az otthoni életről, tehát belátás nyílik az egészre, mielőtt kimennénk, hogy ne érjen minket akkor a kultúrsok természetesen, de így is fog, az biztos, de amelyben lehet annyira készülök, van egy kis noteszem, amiben már írom, hogy miket viszek, fogkefe, meg minden, de természetesen még így
bennem van az az izgatottság, hogy akkor miket kell készíteni. De nagyon sokat segítenek, tehát ez egy nagyon szuper dolog. Patrícia, az már kiderült, hogy melyik városban leszel? Még sajnos nem, tehát ez folyamat alatt van, még az is, hogy melyik államban leszek. Egyelőre annyi tudható, hogy az Egyesült Államokban, de a szervezet, aki kiválasztja nekem a családot, az Chicagóban van a székhelye, de ez nem jelenti azt, hogy én a közelben leszek. Rengetegen mentek innen Szerbiából, ahogy említetted, hozzávetőlegesen 45-en, és ha azt nézzük, akkor az egész világról ez a cserediák program hány diáknak nyújt lehetőséget? Hát idén körülbelül 900-an megyünk az egész világból. Ó, rengetegen akkor ott fogjátok tölteni a következő tanévet. Nagyon jó tapasztalat lesz. Nézzük, akkor említetted, hogy tanulni is fogtok. Suli, hogyan készülsz a sulira? Hát én járok külön angol órára, és próbálunk a tanárnővel olyan feladatokat csinálni, amikkel esetleg ott problémám lehet, vagy nehézségeket okozhat. Tehát ilyen szakkifejezéseket angolul átnézek, de ahogy mondtam, a program is ugyanúgy készít fel minket, tehát biztosít ilyen anyagokat, amik által fel tudunk készülni, hogy ne vesszünk el teljesen az iskolában. Ezen kívül mondtad, hogy különböző önkéntes feladatokat is fogtok végezni. Ez mit jelent tulajdonképpen? Ez azt jelenti, tehát tudnélik, hogy az Egyesült Államokban nagyon sok önkéntes program van, maga az egész programban rengeteg ember segít minket, és ők mind önkéntesek, ugyanúgy a fogadó család is. Tehát ahogy mondtam, az egész programot ugye az Egyesült Államok finanszírozzák, azonban az emberek, akik foglalkoznak velünk, és a család is ugyanúgy önkéntes. Ezáltal elvárják tőlünk, hogy mi is ugyanúgy segítsünk az ottani embereknek, és mi is vállaljunk különböző önkéntes feladatokat. Ezeket ki fogja majd meghatározni, hogy milyen önkéntes feladatokat kell végeznetek? Ezt választhatja nekünk a család is, az iskola is, a tanáraink is, és az úgynevezett local coordinatorünk, aki az ottani, aki képvisel minket, tehát ő a közelünkben lakik, és ő az, akit megkeresünk, ha valamilyen probléma van, vagy beszélni szeretnénk valakivel. Tehát ezek azok az emberek, akik legközelebb állnak hozzánk természetesen. És ott Amerikában majd milyen suliba jársz? Hát Amerikában ugye high school-ok vannak, ami azt jelenti, hogy általában ilyen alaptudást adó középiskolai tanítás van. Én mivel nyelvi szakon vagyok, ezért szerintem több nyelvet majd fel fogok venni. Tehát ugye Amerikában úgy mennek a dolgok, hogy 6 órád van minden nap, és minden nap ugyanaz a 6 óra. Ami szerintem nagyon jó dolog, mert te választod a tantárgyakat, ezáltal azt tanulod, amit szeretnél, és ezáltal pedig élvezed az egészet, és megvan, hogy tehát minden nap ugyanaddig vagy iskolába, és utána vannak az iskolai aktivitások, tehát például röplabda szakkör, vagy foci szakkör, és ami szerintem nagyon jó, mert a gyerekek tényleg nem csak azon, hogy tanulnak, tehát alapjáraton mindenki az iskolában tanul, van külön tanulási idő is, és amikor hazamész, akkor a családdal vagy, és azt csinálsz, amit szeretnél. Mi az, amit nagyon meg szeretnél nézni? Vagy mi az, ahol szeretnél nagyon eljutni? Hú, ez nagyon jó kérdés, mert már eleve olyan helyre megyek, ahova szerettem is volna, de nagyon megnézném az ilyen híresebb államokat, mondjuk Florida, Kalifornia, ezeket a helyeket nagyon megnézném, de mondjuk Miami-ba is elmenni Floridán belül, de úgy érzem, hogy már ezzel meg szeretnék elégedni, hogy kimehetek az USA-ba. Milyen lehetőségeket biztosít neked majd ez a tapasztalat? Hogyan gondolod most? Egyelőre úgy gondolom, hogy mindenféleképp meg fog nyílni előttem a világ. Tehát rengeteg lehetőséget fogok látni, miután hazajövök, és remélhetőleg ezeket a lehetőségeket meg is tudom nyilvánítani az itteni világban is, az én országomban, és úgy érzem, hogy újításokat is tudok majd hozni, mert mindenféleképp képviselem a hazámat ott, amikor kimegyek, és amikor hazajövök, akkor pedig egy teljesen más világot fogok magam előtt látni, és lehetőleg kamatoztatni is fogom. Mikor indultak? Valószínűleg augusztusban. A pontos idő még nem publikus, és utána pedig ugye május-júniusban jövünk haza.